the Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Röviden imádkozzunk, testvéreim. Köszönjük neked, drága Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél ebbe a világba, és elhoztad számunkra a bűnből való szabadulást és a teljes életet, és köszönjük, hogy benned mindent megkaptunk. Adj világosságot, segíts, hogy ennél a témánál, ami most elénk kerül, egyedül terát figyeljünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a János első leveléből olvasom fel a negyedik fejezetből az első hat verset, ami így szól hozzánk. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk. Aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévegés lelkét. Kedves testvérek, a mai előadásnak a címe Karizmatikus Káosz sok hatás ér bennünket a világban és sokszor hívő emberek is örülnek, hogyha ebben a ma is még materialista és alapvetően ateista világban valamilyen hívő megnyilvánulást tapasztalnak. De vajon ami természet fel Arról szóló tudósítás vagy hír az vajon mind Istentől származik? Nem. Jelen van a megtévesztésnek, az Antikrisztusnak a lelke is ebben a világban. És most rögtön szeretnék még egy igét elolvasni a Márk Evangéliuma 13. fejezetéből. Ezt most nem kértem, hogy Csaba tegye ki, csak röviden két verset, ami így hangzik. Ha valaki, akkor azt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy íme ott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak majd, Jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat. Ti azonban vigyázzatok előre, megmondtam nektek mindent. Kedves testvéreim! Tehát jelen van a világban egy megtévesztő, hamis lélek, és most mi a mai napon ebből a munkából, hiszen sok területen munkálkodik, annak egyik ágát vagy egy részét tekintjük át, amit így hívunk, hogy karizmatikus mozgalom. én ahhoz, hogy ezt az egészet egy kicsit rendezettebben tudjam nektek is átadni, és ne legyen igen sok az információ, mert nagyon sok adalék van ehhez, és sok tapasztalat is sajnos, egy olyan nem friss könyvet 30 évvel ezelőtt megjelent könyvet vettem alapul, John F. MacArthurnak a könyvét, a karizmatikus káosz című könyvet és mivel Isten igényére és annak fundamentumaira épít, természetesen nem fogom tudni az egész 300 oldal kivonatát elmondani nektek, csak azért mondom el, hogy az alapvető dolgokat és információkat ebből vettem. Nagyon sok olyan konkrét esetet, konkrét írásbeli anyagot közöl, ami ez a, ennek a mozgalomnak és a, ennek képviselőinek a tollából, vagy a, a hangfelvételeiről származik, vagy olyan esetekről, amiket ők írnak le, tehát konkrétan tényekre épül. A karizmatikus szó jelentése, vagy a karizma szó jelentése, ugye a Bibliában találjuk az Új Szövetségben ezt a szót, a charis az kegyelmet jelent, a charisma egy kicsinyítő képző, vagy egy módosító képző, pedig a, például 1 Korintus 12-ben, mint kegyelmi gyógyítás, tehát a gyógyításnak, mint kegyelmi jellegű gyógyításnak a jelzőjeként szerepel, nem sokszor fordul elő a Bibliában, viszont a, ennek a mozgalomnak, amiről beszélek, az egyik Legerősebb vagy jelentősebb szakaszában ezt a szót kezdték el alkalmazni és használni magukra is, és a gyülekezetekre vagy csoportokra, mozgalmi részekre ennek a megélői, és olyan ö, csoportokat vagy helyeket jelölnek ezek, ö, ahol csodás jelenségeket tapasztaltak meg, és ezeket közzétették, nagyon erősen hozzájárult ehhez már a televíziós kultúra, illetve azok a nagy evangelizációs összejövetelek, vagy olyan alkalmak, ahol ezt a médiában is közzé lehetett tenni. Egy kicsit, tehát ezt a szót használják, majd egy kicsit erre még visszatérek, hogy mennyire indokolt, tehát bibliai fogalom, de mint minden hamis irányzatban, olyan tartalommal töltik meg sajnos, ami nem az Isten igéjével megegyező tartalom. Magának a mozgalomnak a gyökerei egészen visszanyúlnak a pogány misztérium vallásokhoz. Hasonló jelenségeket és eseményeket lehetett tapasztalni ezekben, és tulajdonképpen, ha ezeknek a misztérium vallásoknak is még nem akarok itt hosszan erre visszatérni, de ha megnézzük az eredetét, ezek a, a babiloni, a bábel tornyához nyúlnak vissza, onnan indul az egész folyamat, hogy a, a, az ember, az Isten ellen fellázat és ellene törekvő ember felépít magának egy hamis vallási kultuszt, és Isten ezt ugye meg is gátolta, hogy olyan mértékben és formában történjen, ahogy ott elgondolta az emberiségnek az a csoportja, az a része Bábelnél. De erre nyúlik vissza, hogy valahogy Istennel kapcsolatba kerülni, vagy tőle kapni erőt és hatalmat. Jelen volt ez, az egész már Korintusban, a korintusi gyülekezetnél különösen előkerült ez a probléma és ott a gyülekezet a, a Krisztusban újjászületett, megtért hívő emberek körében, illetve magában a városban ugye jelen volt, és ott ő intenzív támadást indított, úgyhogy beszivárgott a keresztény gyülekezetbe, és pálapostól nagyon komoly támadást, tisztázást indított ezzel kapcsolatban. Sajnos arra sincs idő, hogy ennek minden részletét taglaljuk, de nagyon fontos, hogy ezeken a helyeken jól és helyesen értsük Isten igéjét. Az önmagában, hogy ott levannak írva bizonyos jelenségek, nem biztos, hogy azt jelenti, sőt biztos, hogy nem azt jelenti, hogy minden egy egyértelműen Isten akarata, vagy úgy kellene ma is történnie. Fellépett tehát Pálapostól ezek ellen, és most egy kicsit tovább lépünk a második században, tudunk egy olyan irányzatról, ami szintén elég erősen elterjedt, ennek volt két profi a, a Montanus féle téveigés, és erről hadd, csak azért, hogy vannak kortárs, tehát abból a korból erről feljegyzések, több idézet most már nem lesz, de ezt szeretném azért a könyvből idézni, ahol azt mondja, hogy Eusebius egy, egyházatja ezt írta, hogy Montanus Felszólított két asszonyt, és megtöltötte, megtöltötte őket ekkor a, az elkorcsosulásnak a lelkével, ugyannyira, hogy tébolyult, abszurd és értelmetlen mondásokat szóltak. Egyes történések szerint ezen azt értik, hogy az asszonyok nyelveken beszéltek, és Hippolitos. A, egy másik kortárs ezt írta róluk, két nőszemély név szerint Priscilla és Maximília csalta meg őket, ugye ez nem az a Priscilla, aki a Bibliában szerepel, csalta meg őket, akiket profétanőknek tartanak, azt állítva, hogy beléjük lépett a paraklétos tudnilik a Szentlélek. Ezeket a nőket följebb emelik az apostoloknál, és a kegyelem minden ajándékánál, és némelyükük még azt is állítja, hogy bennük valami több van, még Krisztusnál is. Újdonságokat vezetnek be bőtölésekkel és lakomákkal, önmegtartóztatásokkal és különféle diétákkal, mert ezeket a nőszemélyeket feletteseiknek tekintik, mármint abban a körben, ahol működnek. Jól mutatja ennek az egésznek a lelkületét és egyfajta agresszív voltát ennek az irányzatnak, és hogy hogyan fészkelődött vagy furakodott be a keresztény körökbe is. Nagyot ugrok, Luther Márton is hadakozott, a, akkor ő rajongóknak hívta. Én is jobban szeretem ezt a kifejezést, mert kifejezi a, az egész mozgalomnak a jellegét, ő rajongóknak hívta, és sokat vitázott velük pontosabban vitázni nem nagyon tudott mert mert nem voltak hajlandók vitázni vele ők csak állították hogy köztük milyen csodák történnek Luther mondta gyertek el tegyetek itt is csodát adjatok itt is nekünk kijelentést nem nem vállal, erre természetesen nem vállalkoztak mint sok esetben olyan esetekre se vállalkoznak hogy tegyék ki orvosi eljárásnak azoknak a betegeknek a a, a, adják oda az orvosi papírjait, akiket állítólag meggyógyítottak e, az ilyen, például ilyen összejöveteleken. Na most visszamegyek még ide. Aztán később a, ami, a mi e, általunk is viz, vizsgált mozgalomnak a nagyon erős megújulása az a 900-as évek elején az úgynevezett Pünkösdi mozgalomnak az elindulásával kezdődött, és hát itt is sok részletet lehetne elmondani, de a lényeg az, hogy úgymond leszállt a Szentlélek, extatikus állapotba kerültek egy gyülekezetnek a tagjai, és aztán akik ott jelen voltak, vagy ezzel kapcsolatban voltak, adták tovább ezt az erőt, jellemzően kézrátétellel, testi érintéssel. Minden esetre ez a mozgalom az 50-es évekig elég intenzíven terjedt, gyülekezeteket hoztak létre, és így tovább, de aztán kifulladt és akkor eh, volt egy, ahogy szokott lenni ez az ilyen habis irányzatoknál, hogy a cégtáblát eh, ugye lecserélték, sőt, karizmatikus mozgalom néven nem hoztak már létre új gyülekezeteket, hanem a meglévő egyházakba, elsősorban a protestáns egyházaknál indult a folyamat, eh, szivárogtak be ilyen tanításképviselő képviselő emberek, és hozták azt az erőt szintén ugyanazzal a technikával, mint eh, mint a pünkösdisták. Ugye egy, mondjuk így, hogy a pünkösdizmus egy kicsit kezdett lelohadni, úgymond megszelídülni, és nem biztos, hogy minden pünkösdista körösségben ma már találkozunk ezekkel az intenzív jelenségekkel. Úgyhogy bent tovább a hullám, vagy az áram ez, ebbe az irányba, a karizmatikus mozgalom nagyon erős hatást tett. A, én, én már a hívő fiatal hívőként tapasztaltam ezt elsősorban a református egyházon belül a hívőkörökben elég komoly károkat okozott sajnos. Aztán természetesen ez nem állt meg ott, a katolikus egyház és, és egyéb irányokba is ment és akkor elsősorban még a nyelveken szólás és egyéb csodás dolgok voltak a középpontban, és aztán jött a, a 90-es évek táján nagyon intenzíven a úgynevezett harmadik hullám, és nem akarom az egész szerkezeti felépítését a mozgalomnak elmondani, nem ez a célom, de az biztos, hogy egyre újabb és újabb hullámok jönnek, vagy irányzatok, és sokszor már nagyon nehéz azt megítélni, hogy most akkor miről van szó itt. Mi is a tartalma? Vannak enyhébb változatok, vannak egészen durva megnyilvánulások. Hogyan álljunk ehhez hozzá? Bibliát tartanak a kezükben, Krisztusról is beszélnek. Hogyan egyáltalán most, hogy ítéljük meg ezt az egészet? Ugye? És ebben az egész mozgalomban különböző formációk vannak, de a lélek és a bennük munkálkodó lélek ugyanaz, és a lényeg ugyanaz, hogy bizonyos, csodálatos megnyilvánulásokat lehet tapasztalni, azt élnek át, akik benne vannak, vagy akik kívülről szemlélik, és ezt az a úgynevezett keresztjén megújulásnak, vagy ébredésnek, amiről mi is beszélünk, hogy, hogy szükséges, hogy emberek hitre jussanak, de hogy ennek egy olyan intenzív és világra szóló, eszköze lenne a karizmatikus mozgalom, vagy az ebből fakadó újabb és újabb mozgalmak. Ezt, ezt, állítják. Fontos, ugye az ige azt mondja, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket, ahogy felolvastam, és ne higgyetek minden léleknek. És itt, ami, ha tovább olvassuk az egy János négyet, ott ugye a, kimondottan az, abban a korban konkrétan az agnosztikusokról beszél, hogy akik nem vallják Krisztust testben megjelent úrnak, azok biztos, hogy nem a lélektől vagy Istentől vannak. De ez az, ez az első mondat, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket, ez nem csak erre a gnosztikus irányzatra vonatkozik, vonatkozik a karizmatikus irányzatra, vonatkozik más bálványimádó vagy más kultuszokban megjelenő irányzatokra is, tehát egy általánosabb érvényű kijelent, és, és ezért én most emel kicsit hosszúra sikerült bevezető után szeretnék három kérdést megvizsgálni. Az első kérdés az, hogy mi a mérce? Mi a mérce? A második kérdés, hogy mi van a középpontban, tehát mi van a középpontban, és... A harmadik egy kicsit gyakorlati lezárásként, hogy hogyan viszonyuljunk ennek a mozgalomnak a tagjaihoz. Nem csak úgy általában elméletileg, hanem a tagokhoz. Elsőként tehát nézzük, hogy mi a mérce. Hogyan állapíthatom meg, hogy melyik lélek van Istentől, és melyik nem? Ugye mi a válaszunk nekünk erre, amikor azt mondom, hogy nekünk, akkor itt, Újjászületett, megtért hívő embereket értek, megváltozott élettel, nem csak akik valami régi sztoriról beszámolnak, megváltozott életű, megváltott életű, szolgáló keresztjének válasza. Mi erre? Józan keresztjének válasza. Mi, ami mércénk? Egyértelmű, a mérce az Isten igéje. Ugye hát az a bizonyos. Mérőrúd az a kánon, vagy mérővessző. Az Ószövetség és az Újszövetség 66 könyvben az apokrifok nélkül, nagyon fontos, apokrifok nélkül és a pseudoiratok nélkül soha ne bizonytalanítson el bennünket, a világ szokott hozni ilyen híreket, hogy, hogy vannak régi iratok, amikben más van, mint a Bibliában. Hát nem véletlenül nem kerültek bele a Bibliába. Tehát azok nélküli Istennek a Szentlélek által leíratott szava, szava. Ez egyetlen egy kijelentés. Nincsen más kijelentés ezen kívül. Ez a mi mércénk. És erre ez tévedhetetlen. Lehet, hogy vannak részek, amiket nem értünk meg, lehet, hogy van a mai aktuális 2000 vagy a 20-21. századi tudomány azt mondja rá, hogy ez ellenkezik ő vele, de mivel Isten egy hatalmas, szuverén úr, aki mindenek fölött áll, ha én ezt hittel elfogadom, akkor nem adoknak a tudósoknak adok hitet, akik mondjuk egy karbonvizsgálatra építve elméleteket állítanak föl, hogy az evolúciónak különféle dolgait hirdetik. Megjegyzem, nagyon sok olyan tudós van, aki nem vallja az evolúciót, hanem a kreacionisták, tehát a, a teremtést elfogadó tudósok. Tehát tévedhetetlennek fogadom el Isten igéjét, és azt is elfogadom, hogy ez az kijelentés, az Isten igéje, ez lezárult. Tehát az Isten szavának a, a közlésével és lezárulásával, ebben a Bibliában erre több utalás van, a jelenések könyve végén is, hogy ehhez most már nem lehet hozzátenni, és most nem akarom ezt is taglalni, de ha végig nézzük, hogy mik voltak a, a kánon, tehát a bibliai könyvek összeállításánál, úgy, úgy mondjuk ezt, hogy a kánon lezárásának az alapelvei, azok nagyon komoly dolgok voltak, csak ebben most nem tudunk mélyen belemenni. Tehát nagyon fontos, hogy számunkra az Isten igéje a mérce. Na most... Itt viszont nagyon fontos, mert ugye mondta valaki, hogy a Biblia egy olyan, olyan tenger, amin sok kalóz tud kalózkodni is. Tehát, hogy hogyan értjük a Bibliát? Ez egy kulcskérdés, és lehet, hogy valaki azt mondja, hogy most miről beszélsz, Péter? Hát nem a karizmatikusokról kellene beszélni, de igen, róluk meg rólunk beszélünk, hogy hogyan tudunk eligazodni. Ugye nagyon fontos, hogy helyesen értsük a Bibliát. A Bibliában leírt üzenetet, kijelentést Isten szent lelke szerint értsük, és ne félreértsük, vagy félre magyarázzuk. Tehát mindenek fölött, Isten igéje fölöttünk van, és nem pedig mi használjuk. Hadd mondjam azt a példát, hogy a Szentlélek ugye úgy munkálkodik, hogy amikor minket hogy mondjam, amikor a mi életünkbe költözik, akkor, mint egy kesztyűt, ahogyan a kesztyűt ráhúzzuk egy kézre, a lélek a kesztyű, és mi vagyunk, a lélek a kéz, bocsánat, aki mozgat, és mi a kesztyű. És bennünket, a mi értelmünket és a mi életünket az ő akarata szerint használja. Az, amikor azt mondom, hogy, hogy én vagyok a kéz, és én mozgatom a dolgokat, akkor ez pont fordítva van, ugye? Tehát, amikor egy hamis lélek munkálkodik, akkor nem veti magát alá az Isten egyértelmű, világos, tiszta kijelentésének. Mert egy másik, egy hamis lélek. És ezért nagyon fontos, hogy hogyan azokat a helyeket, ige helyeket és azokat a pontokat, ahol a karizmatikus, vagy pünkösdi, vagy későbbi hullámokban terjedő mozgalom idéz, és ezekre építi fel a maga gyakorlatát, ezeket hogyan értjük? Nagyon fontos, hogy ezeket jól értsük meg, és itt szeretnék felsorolni öt olyan alapelvet, amit használjunk, mert enélkül eltévejethetünk. Az egyik az, hogy maga az a szöveg, amit elolvasunk, például a, akár a gyógyításokkal, a pünkösdi eseménnyel, vagy más egyébbel kapcsolatban, mert lesz egy-két olyan iga, amit itt idézni fogok, ott mindig nézzük meg, hogy mi van leírva. Tehát úgy mondjuk ezt, hogy az irodalmi alapelv mi van ott, mi szerepel ott leírva. A másik, hogy nézzük meg azt a környezetet, amiben ez elhangzott, mert bizonyos, kortörténeti ismeretek nélkül teljesen félremagyarázhatunk dolgokat. Például itt a, ez a bizonyos ö, ö, szinkretista vallási háttér, ami a korintusi gyülekezetnél volt. Aztán nagyon fontos, hogy nyelvileg is pontosan értsük, egy-egy szó, vagy egy-egy kötőszó, vagy egy alárendelés az megváltoztatja, megváltoztathatja egy-egy igének az értelmét. Nagyon fontos, hogy a Biblia a Bibliát magyarázza, tehát a, az úgynevezett szintézisnek az alapelve, hogy egyik ige a másikat megerősítve megmagyarázza azt, és helyre teszi, hogyha homályos lenne annak az értelme, és nagyon fontos, hogy egy gyakorlati alapelv, hogy amit ott elolvastunk, megértettük, milyen vonatkozása, vagy milyen hatása van, mi következik ebből számomra, hogy érint ez engem, hogyan érinti az én életemet a karizmatikus egyháznak, vagy a karizmatikus mozgalomnak a válasza, ugye az számunkra, hogy a mérce az a kijelentés, amit kapnak azok az emberek, akik be vannak avatva, vagy akik kapták ezt a bizonyos lelket. Sokszor a profétáik úgy nyilatkoznak meg, és így mondják, én az Úr mondom, kijelentem. Tudjuk, hogy az ószövetségi proféták soha nem így mondták Isten igéjét, hanem mindig azt mondták, azt mondja az Úr, kettős pont, és, és a végén is hozzátették nagyon sokszor, ezt mondja az Úr. Tehát a proféta soha nem volt elbiza, az igazi profétái Istennek, nem bizakodtak el, hogy én az Úr mondom. Talán értjük, hogy már milyen különbség. Ezek a hamis proféták úgy nyilvánulnak meg, hogy Isten nevében szólalnak meg, de nem úgy, hogy én profétaként mondom, hanem én vagyok az Úr, aki most ezt mondom. Aztán ugye egyéni kijelentést kaphat, sőt azt mondják, hogy, hogy törekedjen mindenki erre, hogy csodás ajándékokat és egyéni kijelentést kapjanak. Minden a lélek, úgynevezett lélekkeresztségben ugye használják ezt a fogalmat, ez teljesen Helytelen fogalom, mert a lélekbe való bemerülés az nem egy külön eseményként történik az életünkben, hanem gyakorlatilag a szent lélekbe való baptizen, alámerülés az akkor történik, amikor valaki befogadja Krisztust, és az életét alárendeli, nyilván itt megkapja a bűnbocsánatot, és új életet kap, felülről, onnan felülről születik. És itt még talán hadd mondjam azt, hogy van egy hasonlóság a romai katolikus tanítással vagy dogmatikával is, hogy és gyakorlattal, hogy ott is ugye Isten igéje mellett van egy másik kielentési forrás, ott a szent hagyomány, itt pedig a, a különleges személyeknek, a mozgalom vezetőinek, a, a beavatottaknak a, a kijelentései, a kapott proféciák, vagy bármiféle egyéb különböző módszerek, amiket kapnak úgymond Istentől. Tehát a számunkra a Biblia a mérce, ugye a reformációnak a, az alapelve volt ez, és mindmáig az, hogy csak az ige, csak az ige, szóla, szkriptúra. Na most... Ez a mi mércénk, ehhez kell igazodnunk, és helyesen hasogatva Istennek a szavát. Mi van a középpontban? Helyesebben úgy kell kérdeznünk, hogy ki van a középpontban? Mi a mi válaszunk erre? Mi van a mi életünk és a mi hitünk középpontjában? Természetesen Jézus Krisztus ő áll az egésznek a középpontjában, a világmindenségnek, és a mi életünknek is a középpontjában. Aki testé lett, aki szenvedett, aki meghalt, aki feltámadott, és eljön ítélni. Ha Isten szent lelkét, csak kérdezek egy dolgot, ha Isten szent lelkétől lenne ez a mozgalom, akkor az apostoli hitvallásban miért nincsen benne az, hogy Jézus gyógyított. Miért nincsen benne az, hogy nekünk is ezeket a csodákat kell kapnunk úgy, ahogyan ott a Bibliában le van írva? Mert annak más értelme volt, majd erre még visszatérek. És ar, abban az, az van a középpontban, akit, akik őt befogadják, erre már utaltam: akik őt befogadják, azokat ő újonnan szüli felülről a Szentlélek által, Más szavakkal belemeríti a Szent Lélekbe, megkereszteli őket. Ez a szó egy kicsit félrevezethet, mert sokszor a gyermek és a lélektelen gyermekkeresztségre gondolunk, amikor keresztségről beszélünk, meg sokszor hajókat, meg nem tudom, miket megkeresztelnek, mondják a köznyelvben. Tehát azért szívesebben mondom az eredeti baptizó szónak a magyar változatát, hogy belemerít az ő lelkébe, és gyakorlatilag nincsen egy, a Biblia szerint egy, egy, plusz második lépésben egy lélek keresztség, ami a karizmatikusok és a pünkösdiek szerint a, a elsősorban lelkek ajándékának, a, így mondják, a vételével vagy gyakorlásával mutatható ki, hogy tényleg megtörtént-e valakinek ez az életében. Tehát hisszük, hogy a megtérés és az újjászületés és a Szentlélekbe való bemerülés az egy esemény, egy Isten által elvégzett esemény, lehet, hogy elhúzódik, de ez egy komplett esemény, amit Isten visz végbe az életünkben. Így lesz Jézus Krisztus, ami megváltunk, és az életünk ura, és neki akarunk, és szeretünk, és engedelmeskedni. És vele járni az életünket. És visszavárjuk őt, és az ő, ő vele való zavartalan közösségre készülünk. Mi van a karizmatikus mozgalomnak a középpontjában? Egy tapasztalat. Egy tapasztalat. Tehát egy ember feletti élmény az, amire sóvárognak, vágynak, ezt hirdetik, hogy erre van szükséged. És amikor valaki ezt átéli, akkor úgy gondolja, hogy mostantól Isten gyermeke. Ez általában úgy jelenik meg, hogy egy erőnek a megtapasztalása. Sok ilyen könyvet olvastam még inkább ifjabb koromban, mert kíváncsi voltam, hogy hogy is van ez az egész, és mindezt mondják el a beszámolók. Hogy valaki megérintette őket, általában ez a, ez a séma, nem mindig csak így, de azért ez nagyon gyakori, tehát egy kézrátételt kaptak és akkor egy áramütésszerű vagy meleg hullám szinte fizikailag érezhet, hogy nagyon különleges valamit éltek át, és ez néha ugye tudunk ki hogy letaglózza az embereket, vagy nem tudom, mit tesz velük még, és fizikailag átjárja az ember, tehát tapasztal valamit az ember, és aztán ő is kapja talán ezt, vagy kapja, vagy nem ezt a képességet, hogy ezt tovább tudja adni másoknak, és esetleg olyan megnyilvánulásokat, hogy nyelveken szól. De eh, azért itt kell arról egy kicsit részletesebben beszélnem, hogy az itt említett eh, nyelveken szólás az nem az, amiről a Biblia beszél. Ezt nagyon határozottan el kell mondanunk, mert ha ezt nem látjuk tisztán, akkor azt hisszük, hogy mi kétségbe vonjuk a léleknek a munkáját. Ugye az itt említett karizmatikusoknál, az említett karizmatikusoknál és a pünkösdieknél tapasztalható nyelveken szólás nem ugyanaz, mint ami pünköstkor történt. Nem ugyanaz. Mi történt pünköskor? És még hadd említsem meg azt a más, hár, még plusz három alkalmat, amikor szó van arról, ugye a Kornélus még pünköstkor, Samáriában, aztán Kornélus házánál, és később még Efézusban. És ott ugye keresztelő János követőitől kérdezik, hogy hát ti vettetek Szent Lelket, mondják, hát nem is tudjuk, hogy ezt kellene akkor ott hirdetik a vigét, és ők is megkapják ezt. De miről volt ott szó? Arról volt szó, pünköstkor, erre megyek vissza, és utána mindig erre utal az, az ige, az apostolok cselekedetei leírása, hogy, hogy, volt még ez a másik három eset pluszban, ahol hasonló megnyilvánulás volt, mint pünköstkor. Pünköstkor Isten szent lelke leszállt a a, a tanítványokra, nem csak a 12-re, és ott nyelveken szóltak. Mégpedig úgy, hogy akik ott voltak, le, leírja a Biblia, nem tudom, hogy tíz vagy tizenvalahány különböző nyelvet, népcsoportot említ, hogy akik onnan jöttek, azok a saját nyelvükön, különböző nyelveken értették, hogy mit mondanak az apostolok. Na most, hogyha hát te bemész egy ilyen, nem menj be, testvérem, de ha bemész egy ilyen helyre, én is egyszer elmentem, de csak egyszer, mert kellett tudnom, hogy, hogy nem csak vaktában mondok valamit, de titeket nem küldenélek, higgyétek el neki, hogy így van. Bemész egy ilyen helyre, ott mormogást hallasz, semmi értelmes szót, és nem, nem, nem rendesen nyelveken beszélnek. Ők úgy mondják, hogy ez az angyaloknak a nyelve. Na de hát bocsánat. Itt is félremagyarázzák az igét, mert az angyalok, ha Isten elküld egy angyalt, akkor ő, ha szól egy emberhez, akkor milyen nyelven szól? Vajon Zakariással, János apjával milyen nyelven beszélt? Hát arámi nyelven, vagy Ábrahámmal milyen nyelven beszélt? Angyal nyelven? Nem, Héber nyelven beszélt. Ugye, tehát az angyal, az Istentől küldött valaki, aki, ha, ha megjelenik valamilyen módon, amikor megjelent egy-egy ügytörténeti szempontból fontos eseménynél vagy helyen, akkor az azzal a személlyel érthető módon kommunikált. De itt nem erről van szó ezekben az úgynevezett nyelveken, szólásokban, hanem úgy szokták mondani, hogy hablatyol valaki vagy érthetetlen dolgokat mond. Némely esetben előfordul az, hogy valaki a földön használt nyelveken szól, de ennek is sok leleplező esete történt, hogy valaki olyan is hallotta, aki távolabbi földrészről érkezett, és ismerte ezt a nyelvet, és leleplezte, hogy nem Isten lelke, hanem egy azt káromló lélek mondatott azzal önkívületi állapotban, azzal az emberrel valamit visszatérve ide, tehát Uh, ugye amikor a pünkösdi esemény után Péter feláll, és egy nagyon hosszú, az Ószövetség igéire alapozó, alapozó ige hirdetést mond, nagyon jelentős része ige, 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 és annak a, a, az értelmezése, magyarázata, és akkor megtér 3000 ember hogyha az a folyamat lenne, amit a pünkösdi karizmatikus rajongó mozgalmak állítanak, hogy minden ember életébe így kell végigmenni, akkor ennek a 3000 embernek ott újra kellett volna a megtérésükkor nyelveken szólni. Nem, nem történt meg. Nem. Hanem megkeresztelkedtek, és azt mondja az ige később is, akik ígyen módon csatlakoztak a, gyülekezetek, a gyülekezethez, hogy növelte Isten az üdvözülők számát vagy a, szám, a gyülekezet számát az üdvözülőkkel. Tehát azt a kritériumot, hogy ők üdvözülnek, hogy Isten gyermekei, hogy nem kell nekik több még valami, ezt ők az ott teljesült. Isten gyermekei lettek, és az üdvösségre jutottak ezáltal. Az Isten igéje által, és az ő szent lelke munkálkodott, de azt a jelet csak avértatta, adta, hogy a zsidók, akik tudták ezt a proféciát, ugye, hogy majd Isten ad egy ilyen jelet, azok lássák, és közülük lám háromezren meg is tértek. És később még mond további ezreket, és már nincsenek a számok följegyezve. Tehát a hibás teológia az, hogy valami még kell a megtérés után. Ha a ez az irányzat hívőket céloz meg, mert nem csak azokat célozza, de mondom, amikor bejött a 70-es évek, 60-as, 70-es évek táján, akkor elsősorban a hívőket célozta. Elsődlegesen ez volt az üzenet. Hívő vagy, jaj, de jó, de ez még nem elég. Ez még nem elég. Kaptad te már a szent lelket? Vettél már szent lelket? Idézték a Bibliából. Vettetek szent, ott van a Bibliában, vettetek szent lelket. Hát nem, te még csak a keresztelő János megtérésén mentél át, ez nem igazi megtérés. Kell a Szentlélek ajándéka hogyan kapod, ha nyelveken szólsz, ha kapod tőlem ezt az impulzust. Tehát kell még valami. És a pünkösdi mozgalom ezzel hódított a hívők között, hogy egyfajta a bűn harcában, vagy, a, vagy a, a, a nehézségekben, a szenvedések között megfáradt hívőket, megtámadták ezzel, hogy hát neked nincs teljes örömöd. Neked, neked nincs erő az életedben, hát most megkapod. Erre van neked szükséged. De érezzük ugye testvérek, hogy mennyire hamis dolog ez. Hogy a lélek keresztségre van neked szükséged, és akkor annak a pecsétje, ha szólsz nyelveken. A hibás gyakorlat az is, hogy tapasztalnod kell a testedben ezt az erőt, ezt a kenetet. Egy kicsit szeretnék, Röviden, mert az idő nagyon halad, a gyógyítások és csodák kérdésére is rátérni. Mert ugye itt az a logika, hogy Isten, ha megtette a bibliai korban, hogy csodákat adott, akkor megteheti ma is, ez eddig igaz. És ha akarja, meg is teszi. Ez is eddig igaz, csak akarja-e megtenni. Mert mi volt a, a csodáknak a célja? Abban a korban. A csodáknak az volt a célja, hogy valamilyen isteni kijelentést, üzenetet megerősítsenek. A két olyan korszakát látjuk az Ószövetségben a csodáknak, Mózes és Józsui idejében, amikor a, a kijelentést, az Isten törvényének a valódiságát és hogy ez honnan származik, és Mózes üzenetét megerősítette Isten bizonyos csodákkal. Nem részletezem. Illés és előzős idejében szintén egy ilyen időszak volt, majd aztán a későbbiekben nem látunk arra sok példát, hogy csodák történtek volna, egy-egy elvétve, ugye Dánielnél látunk ilyet, de volt aztán egy nagyon hosszú időszak, amikor még kielentés, tehát profétai szó sem volt Izrael életében. És akkor következett egy nagyon Intenzív három év, az Úr Jézus Krisztus megjelenése itt a Földön, testélet megjelent, és olyan csodák történtek, amikről sem addig, sem azóta, amiket nem lehetett tapasztalni. Elnézést. És Csaba, majd ezt kivágod innen, hogyha teheted. Köszönöm. Tehát, ezek a csodák nem azért voltak, hogy Isten azt bizonyítsa, hogy ő Isten tud csodát tenni, hanem hogy Jézus Krisztus az ő fia Isten. Isten fia. A János evangélium a különösen is kihangsúlyozza, de máshol is, amikor ezek történtek, vagy arra utal, hogy megvan írva, vagy arra, hogy ez megvan, megígérte Isten, és hát a farizeusokkal folytatott, írástudókkal folytatott vitában ez újra és újra előjön. Azt is látjuk, hogy az emberek nem azért jutottak hitre, mert csodákat láttak, hanem az Isten igéjét halva jutottak és jutnak ma is hitre. Tehát a mesiási jelek voltak ezek a csodák, és a, egy darabig még, amíg az Isten igéjének az a teljesség, amiről beszéltem az elején, nem adottott még számunkra, egy ideig még, főleg ott az apostolok idejében ott vannak ezek a, a jelek leírva, a nyelveken szólás biblikus nyelvek jelei is, azok arra szolgáltak, hogy be elfogadják a zsidó hívők, hogy a samáriaiak, akiket ők alapból ugye nagyon utáltak, ők is részesednek a kegyelemből, a Krisztus váltságából, és a lélek őket is újonnan szüli. Ezért kellett ott Samáriában ugyanazt áttélni. És hogy a pogányoknak is ez adatik, ott pedig a Kornéliusnál, és hát még volt ez a bizonyos efézusi eset, amikor pedig tudjuk, hogy igazából ő még nem voltak a Krisztus evangéliumának teljes ismeretében, és ott is tapasztaltak egy ilyen megerősítést a testvérek. Tehát nem adatik más jel, egyedüli tökéletes jel a Golgotai kereszt felállítatott, és ennek az üzenetnek a megerősítésére egy ideig még utána is, de nagyon már nem olyan mértékben adott az Úr jeleket, ezeket általában az apostolok, akiknek különleges szerepük is volt, gyakorolták, és aztán utána pedig már nem adattak ilyen jelek. Ugye, aki beteg, és aki szegény, aki sikertelen, annak az gyógyulni akar, az szeretne gazdag lenni, akar, az sikeres akar lenni, aki sikertelen, és az ilyen, hogy akkor kapsz áldást, hogyha kapod a kenetet, akkor gyógyulsz meg, akkor nem leszel beteg, akkor fogod áttélni ezt a csodálatos érzést. Ez nagyon erős hívószó, és nagyon erős reklám ebben az egész folyamatban, és nagyon sokan tódulnak azért, hogy meggyógyuljanak, vagy valamilyen csodát lássanak, vagy áttéljenek. Természetesen Isten gyermekei áttélik a gondviselésnek a csodáit, nap, mint nap, és Isten kezébe tesszük le a mi egészségünket, betegségeinket, gyógyulásunkat, annak folyamatát, és sokszor mondjuk, hogy igen, Isten hatalmasan cselekedett, mert kihozott egy-egy bajból, de ezek nem ugyanazok az úgynevezett gyógyítások, vagy jelek, vagy csodák, amiket a karizmatikus mozgalom. Kétes értékűen elénktár sokszor, és arra használja, hogy tömegeket vonzon be, sokszor nagyon is sikeresen. És meg kell említeni még itt érintőlegesen azt, hogy ennek az egész mozgalomnak egy olyan kapunyítója, vagy, vagy első lépése az a fajta világi, dolgok világi zenével kevert úgynevezett dicsőítő, dicsőítő zene is, ami rá hangolja az embert arra, hogy, hogy ilyen irányokba nyitottá váljon, és ráhangolja az embert arra, hogy olyan testi élményeken legyen része. Tudjuk, hogy sokszor az összejöveteleken is alkalmazzák ezt, nagyon durván és elég nagyon intenzíven, és egyfajta... Megnyilat, megnyílik az ember pszichéje ezeknek az erőknek. Testvérek az az ige van előttünk, vizsgáljátok meg a lelkeket. Nem fogok se neveket, se gyülekezeteket mondani. Fel kell nőnünk nekünk hívő embereknek. Az Isten igéje alapján arra, hogy egészséges ítéletet, ne ítélkezés legyen bennünk. Ugye a témánk most. A sorozatunkban ez, hanem egészségesen ítéletet tudjunk alkotni, hogy mi az, ami Isten igéje szerint helyes, és mi az, ami nem. És ami helyes, ahhoz ragaszkodjunk. Ami nem, azzal meg ne vállaljunk közösséget. A mérce tehát Isten igéje, a középpont tehát Jézus Krisztus, és a lélek mindig Krisztusra mutat, őt helyezi a középpontba, nem önmagát, nem az erőt, hanem Jézus Krisztust, és ő dicsőíti. És most egy rövid videó bevágást, bejátszást, ha tudunk, tegyük meg. Megmozdult a hely, és plusz még fölrengés is volt, de mozgott a hely. Nem tudok ki mitől mozgott. Olyan erős volt a szentileg mozgása, hogy az embereket földel együtt megmozgatta, hogy még a talpuk alatt a föld is elkezdett mozogni. Az ülő gumókat is a szentéleknek az energiája be tudja tölteni, mint a villanyszékbe üsztettek volna be. Hozzátok ki őt, hozzátok, mert nagyon mozog. Hozd ki feleséges, hogy mind a ketten mozognak. Így <laughs> biztonságos a helyen van ott. Kamerát megáldom, hogy azon keresztül Isten ereje tüze rátok áradjon. A Jézus elében. A Jézus nevében. Én meg végig megy. Végig a sorokon Isten szellemének a tüzet. Tehát legalább háromszor kente föl, minimum, háromszor kente föl Isten a tanítványokat, szentélyekkel. Köszönöm szépen, hát egyrészt hadd mondjam el, hogy ez egy nyilvános videó, ami a Wikibét ne nézzétek meg, de ott bukkantam rá, nem járok el ilyen helyekre, hogy tapasztaljam ezt a lelkületet. Tehát nem titkos kamerával vette föl valaki, aki kritizálja. Hogy mi történik egy-egy ilyen helyen, hanem ö, sajnos ez egy, egy valós, még ennél hosszabban ö, taglalt dolog, ami itt történik. Tehát arról, amiről eddig beszéltem, itt egy szemléltető példa, természetesen hozzá kell tenni, hogy mondtam, bizonyos ö, ágai a mozgalomnak megsz úgymond megszelídültek. Vannak, akik ebből a, az irányzatból ö, a durvább irányzatokból kiváltak és önálló gyülekezeteket vagy csoportokat alakítottak, de a teológiai látásuk és irányvonaluk nem különbözik. Tehát továbbra is ugyanazt hirdetik, hogy egy külön szentlélek keresztségben kell részesülnie az embereknek, és ennek ezek a bizonyos csodás jelei elsősorban a hamis nyelveken szólás, Gyakorlata a, a, és a hasonló jelenségek, ez pedig már, amit itt láttunk, a be, bejátszásban a durvább része a dolognak. Amire nekem is egyik ismerősöm azt mondta, hogy tudod, olyan dolgok történtek ott, amiket el sem mondok, mert annyira durva dolgok. Hát valami hasonlóra gondolhatott, de most ezt nem akarom én sem tovább részletezni. Hogyan tehát a mérce nekünk Isten igéje, és a központ Jézus Krisztus, és a józanságnak a lelkét adta nekünk az Úr. Hogyan viszonyuljunk a rajongó mozgalmakhoz? Nagyon nehéz ugye elméletileg viszonyulni egy mozgalomhoz, természetesen kielenthetünk ilyen általános, generális mondatokat, hogy az ilyenek azok olyanok, a másik az ilyen, az olyan, amolyan, de én aztól óvnék mindenkit, hogy ilyen felületes, általános, egyéni, tehát általános, általánosított megítéléseket tegyünk. Nyilván kellenek ilyen kategóriák, és látnunk kell, hogy egy-egy irányzat most helyes vagy nem helyes, de az egyéni megítélést tartom fontosnak, hogy egy-egy helyzetben, egy-egy gyülekezet, vagy egy-egy személy esetében lássuk meg, hogy mi a helyzet. Vajon Isten igéjéhez, Krisztus központúan élik meg a hitüket, gyakorolják, hirdetik, vagy nem? És ez lehet nem csak a karizmatikusok kapcsán egy mérce. Sőt, biztos, hogy nem csak ott, hanem más területekkel kapcsolatban is. De legyünk mindig óvatosak. Tehát legyünk mindig óvatosak. Nekem az idős hívő testvéreim ifjúkoromban, amikor már ez is jelen volt a Magyar, Magyarországon is, akkor nagyon határozottan mondták, hogy csak úgy kíváncsiságból ne menjünk el ilyen közösségekbe. Csak úgy... Ha nem ö, határozott szolgálati feladatunk van, vagy valami olyan, amit Isten ö, bízott ránk, akkor ne járkáljunk ilyen helyekre. Ne nézegessünk ilyen videókat. Ma, ma ugye ez a könnyű, senki nem látja, senki nem tudja kontrollálni, mert hogyha én elmentem volna annak idején a Hőgyesendre utcába, akkor ott meglát valaki egy másik hívő, az jelzi nekem, hogy Péter, te a Hőgyes Endre utcába jársz, akkor már számon tudtak volna kérni. Természetesen, mondom, most egyszer elmentem, de akkor csak azért figyeltem, és imádság, hogy uram, semmilyen dologgal nem azonosulok, ami itt van. De ugye, ha ma valaki ilyen hatásokat kap, rákeres, megkeresi, nézi, rögtön jön, és pillanatok alatt hatása alá is kerülhet egy ilyen lelkületnek. Legyünk óvatosak, nem kell, ezzel, nem kell ezeket ö, ö, hagyni, különösen óvakodjunk attól, hogy valaki kézrátétellel imádkozzon, érettünk. Felettünk. Kedves testvér, imádkozik, hogy kapjunk valami erőt tőle. Ettől óvakodjunk. Úgy, ahogyan természetes, hogy nem adjuk oda a kezünket egy cigányasszonynak vagy bárkinek, hogy jósoljon nekünk. Ugye? Természetes, hogy nem tesszük, hát ezt se tegyük, mert itt nem tiszta erőkről van szó, és hatásokról. Természetesen, ha valaki megkeres minket ezzel a témával, mint hívő, komoly, szolgálatba levő embereket, akkor, és ő nyitott, érdeklődő ember, akkor lehet, hogy még lehet rajta segíteni, és megóvni attól, hogy belemenjen egy ilyenbe, tehát adjunk információt a dologról. Vannak ezzel kapcsolatban, van elég széles irodalom, szinte áttekinthetetlen, de arra vigyázunk, hogy sok esetben nem ilyen megkeresés van, hogy valaki azt mondja, hogy ugye találkoztam milyen hatással, mi a véleményed és segíts nekem, ekkor még segíthetünk. De ha elkötelezett és lelkes hirdetője ennek az irányzatnak, ennek a tanításnak és gyakorlatnak, akkor már nagyon nehéz dolgunk van, sőt, szinte azt mondom, hogy szinte lehetetlen, nem, nem lehetetlen, de szinte. Ugye ne engedjük, hogy ránk ez a, a, az irányzat. Ne imádkozzunk, és ne szolgáljunk együtt ilyen hatás alatt levő emberekkel mi a helyzet akkor, ha valamilyen módon véletlenül belekeveredtünk egy ilyenbe, tudatlanságból. Arra is érvényes, hogy Isten elnézi a tudatlanságnak az idejét, és parancsolja mindenkinek mindenütt, hogy térjenek meg. Tehát ebből meg lehet térni, és ettől a hamis lélektől meg lehet tisztulni. Természetesen van szabadulás, megvan ennek a módja, ahogyan el kellett szakadni ott az efézusiaknak azoktól a pogány, okkult és bálványimádó tárgyaktól és dolgoktól, ugyanúgy ettől a dologtól is el kell, hogy el kell lehet, és el kell ebben az esetben akarja valaki, el lehet szakadni, és nemet lehet, és kell is rá mondani. Ugye itt nagy segítség a Jakab levelében tanácsolt, hasznos dolog, ha ezt egy testvér, egy segítő testvér, lelki testvér jelenlétében egy segítségével tudjuk megtenni. Még azt is hadd mondjam el nektek, testvéreim, hogy láttam, nagyon ritka. Tehát én eddig életemben egy ilyen példát tapasztaltam, hogy, és ez egy nem annyira szélsőséges, de mégiscsak pünkösdista eset volt, hogy, és nem Magyarországon, Svájcban, hogy egy pünkösdista prédikátor a gyülekezetében lévő hamis vagy furcsa gyakorlat alapján, hogy a szolgálatokból kizártak olyan embereket, akik nem szóltak nyelveken, kezdett elkutakodni, hogy hogy is van a Bibliában ez az egész, és nagyon komoly teológia, több éves teológiai utánjárás és munka után megértette, hogy a ő egyháza, ahol ő lelkész, ott nem helyesen tanít és nem helyes gyakorlatot folytat a, pünkös, a, Szentlélek tanításával és a gyakorlatával kapcsolatban, működésével kapcsolatban. És akkor ezt mind egy, egy, vele még néhány gyülekezeti taggal, akik hasonlóan kiózanodtak és józanul gondolkodtak az egészet lezárva, később is teljesen elzárkozva ettől, mind elméletileg, mind gyakorlatilag, tehát a későbbi misszióik és gyülekezetükbe, amit aztán létrehoztak biblikus alapon, oda már nem engedték ezt az irányzatot semmiképpen se beszivárogni, elhatárolódtak teljesen tőlük. Tehát, ha ilyen helyzet van, természetesen imádkozzunk olyan testvéreinkért, akik ebben vannak, de túl nagy reményünk ne legyen, hogy amíg ők maguk ki nem akarnak ebből jönni, és le nem akarják zárni, nagyon nehéz, sőt nem is lehet őket ebből kivonni, mert a tévegésnek az az alap alaptétele, hogy jónak gondolja az ember azt, amiben éppen benne van. Testvérek, az volt a célom, nem az, hogy mindent elmondjak erről az egészről, hanem az volt a célom, hogy arra világítsak rá, hogy elég, Krisztus. Elég Krisztus. Nem kell más erő. Nem kell más erő. Elég a kegyelem. Nem kell más érzés, elég a hit, nem kell a látás. Itt ugye látjuk, mi történt, ott van a szemünkkel, nem kell. Egy jel már van, de ezt is hittel tudjuk megragadni. És elég a józanság, nem kell a lelki kábulat és a káosz. Testvérek, végül még hadolvassak el a 2 Timóteus 3-ból egy szakaszt, és aztán ezzel szeretném ma befejezni a mai esténket, a, ennek azt a részét. De azonban, tehát 2 Timóteus 3 10-től 17-ig. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, mondja Pál, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és álmítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévejedve, tévejegve, és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kitől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Uram, hogy te elég vagy nekünk. Köszönjük, hogy meg akarsz óvni mindenféle hamisságtól, ami vagy az óemberen, vagy hamis ideológiákon keresztül támadna minket, mert a szenvedések, üldözések, nehézségek között valami többletre, többletet kínál, hogy szabaduljunk, hogy mindenben sikerünk legyen, hogy mindig a gazdagság és az úgynevezett áldás legyen rajtunk, pedig nekünk már megvan az áldásunk, megvan a legnagyobb erőnk, megvan a legnagyobb kincsünk, aki te vagy, Úr Jézus Krisztus, aki örök életet hoztál nekünk, megszabadítottál bűneinkből, és megáldasz minket, ajándékozol olyan mély örömöt nekünk, amit senki más, semmi nem tud adni, amikor te azt abban részesítesz minket, Uram, hogy egy-egy ember, aki a szabadulást áttéli a bűnből, az elveszettség állapotából hozzátér, láthatjuk ezt, milyen nagy öröm ez a mennyben is, és a mi szívünkben is. Kérünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, vagy azokért, amíg meg nem tért, de ez alatt a hamis lélek alatt, szenvedő vagy hatása alatt levő emberekért, adj nekik szabadulást, megtisztulást, gyógyulást. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon tenéked békességet. Amen.